A vádirat szerint a férfi Karcagon 2023. áprilisában ismerkedett meg a rendezetlen családi körülmények között élő fiatal lányjal. Ezután a férfi a házába hívta, ahol együtt kábítószert fogyasztottak, és a lány beszélt az életkörülményeiről, valamint azt is elmondta, hogy hány éves. A férfi akkor próbálta a lányt rávenni arra, hogy a négyes számú főút mellett prostitúciós tevékenységet végezzen, azonban a lány ezt visszautasította. A férfi akkor ököllel több alkalommal megütötte őt, így a lány eleget tett a férfi kérésének, és két napon keresztül a négyes számú főút mellett prostitúciós tevékenységet végzett, majd az ebből származó bevételét a férfinek átadta. A férfi ezt követően a lányt és a volt élettársát is arra próbálta meg rávenni, hogy utazzanak el vele együtt Németországba, és ott mindketten prostitúciós tevékenységet folytassanak, azonban ezt mind a volt élettársa, mind a lány visszautasította. A lányt azonban továbbra is prostitúciós tevékenységre kényszerítette, kivitte a négyes számú főút mellé, majd ott hagyta. Amikor a lány később visszatért hozzá a házba, akkor követelte tőle a bevételét. A bevételt a lány átadta számára, abból a férfi kábítószert vásárolt, amit még aznap este közösen elfogyasztottak. A férfi a kábítószer hatására egyre ingerültebbé vált, és számon kérte a lányt, hogy más férfival is tart kapcsolatot. A lány ezt hiába tagadta, a férfi ökkölel úgy megütötte, hogy a lány a falba verte a fejét. A vádat 2023. április 27-éről 28-ára virradó éjszaka a lányt órákon keresztül fején és testén ökkölel ütötte, majd miután a földre esett, rugdosta, valamint egy eszköz nyelével is többször testszerte megütötte. Elővette egy baltát is, és azzal fenyegette a lányt, hogy levágja a lábát és az ujjait. A lánya bántalmazás közben többször is elájult, ekkor a férfi őt fellocsolta, és folytatta a kegyetlen bántalmazását. Végül a volt élettárs értesítette a rendőrséget. A lánya bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. A vádlott volt élettársa értesítette a rendőrséget, a kiskorú sértett a bántalmazás során életveszélyes sérüléseket szenvedett. Négy helyen tört el az állkapcsája. Tehát borzalmas módon bántalmazták. Hát volt egy barátnője, azt gyanítjuk, hogy valahogy oda csalták valami úton módon, hogy vagy azért, hogy egy buli van, vagy ez a másik lány ismerte, és ő vitte oda, nem tudjuk. Kislány nem emlékszik, csak egy ütésre. Onnastól filmszakadás, ő ezt mondja mai napig. Úgyhogy, hát azt lehet mondani, hogy nyár elejét mondhatjuk azt, hogy amikor, inkább szeptembert, amikor már azt mondjuk, hogy olyan gyógyuló félbe volt, hogy akkor már nem volt benne igazán az a... Hát úgy kimerészkedett az utcára, inkább úgy mondom, de... Ugye a tartás még mindig benne. Ha hirtelen nyúl felé az ember, hogy egy kicsit megszeretgesse, vagy kicsit hangosabb a zaj, vagy valaki ordibál, vagy valami, akkor ugye megvan benne. Ugye egyedül nem igazán közlekedik még. Az ügyészség a vádiratában arra az esetre a férfi a bűncselekményt az előkészítődésen beismeri, a férfivel szemben 12 év fegyházbüntetés kiszabására és 10 év közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni, a férfi letartóztatásban várja a döntést.